Üdvözlünk a Rich Club.hu csatornáján! A hajózás népszerűsödésével párhuzamosan a világ top milliárdosai között hamar kialakult a verseny. Mindenki a világ legnagyobb yachtját szeretné megépíteni. Döntést hozni nehéz volt, hiszen van, aki a leghosszabb, legmagasabb vagy legszélesebb hajót tudta megépíteni, azonban jött egy hajó, ami mindent vitt. A világ legnagyobbjának kikiáltott privát yacht a hosszúság alapján felállított listán csak a negyedik, azonban a bruttó űrtartalma egészen elképesztő, 15.917, ez a szám a hajók összes belső térfogatát jelzi, és egyből a lista élére tette a jelenlegi rekordert. A hajó neve DILBAR, és egy Üzbegisztánban született orosz üzletember Aliser Uszmanov tulajdonában van, aki többek között az Arsenal foci csapat fő részvényese is. A 156 méter hosszú yacht becsült értéke 350 millió font, azaz 138 milliárd forint közelébe van, de a pontos számot nem hozták nyilvánosságra. A világ leghosszabb privát hajója továbbra is az Azzam, a maga 180 méterével, ami az Egyesült Arab Emírségek vezetőjének tulajdonában van. A DILBAR-t Brémában építették, a folyamat 52 hónapig tartott. Kívül két helikopter leszálló segíti a kényelmes érkezést. A hátsó részen található a világ legnagyobb privát hajón elhelyezkedő medencéje a maga 25 méterével. Belül 3800 négyzetméteren kell elférniük a vendégeknek, akiknek az igényeit egy 100 fős legénység figyeli éjjel-nappal. Az utasok számára 20, míg a legénység számára 35 kabin áll rendelkezésre. A hajó elképesztő adatait folyamatosan igyekeznek túlszárnyalni, így lehet, hogy már épülőben van egy újabb rekorder. Ha elkészül, mi biztosan beszámolunk róla. Köszönjük, hogy végignéztétek a videót, ha érdekesnek találtátok, kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek be minket Instagramon és Facebookon is, hogy ne maradjatok le a következő videónkról. Weboldalunkon a richclub.hu-n további érdekes cikkeket olvashattok olyan dolgokról, amik kiemelkedően magas minőséget nyújtanak. Köszönjük, hamarosan újra találkozunk!